2013-hoz képest csak nem 60%-kal sikerült csökkenteni a folyamatban lévő ügyek számát a hajdúszoboszlói járásbíróságon tavaly. Ez a debreceni ítélőtábla is a debreceni törvényszék közös tájékoztatóján hangzott el, ahol közigazgatási vezetőket tájékoztattak. Az elmúlt évi munkájukról számoltak be a társhatóságok vezetőinek a debreceni törvényszék és a debreceni ítélőtábla elnökei. Ilyen éves tájékoztatót tavaly szerveztek első alkalommal. Úgy gondolom, hogy a bíróság nyitottságához és az átlátható működéshez mindenféleképpen szükséges az, hogy egy ilyen viszonylag kötetlen keretek között, hiszen mégiscsak egyfajta formalitása van ugyan ennek a rendezvénynek, de talán az egymás közötti párbeszédben, a munkavégzés mindennapi szintű hatékony megszervezésében, a problémák, közös problémák, közös megoldás keresésében egy-egy ilyen fórum nagyon nagyszerű lehetőséget nyújt. Ilyen módon nevesítve az ügyészség vezetői, a rendőrség vezetői, a szakértői intézetek vezetői, a BV intézet, javító intézet vezetője, tehát mindazok a vezető társak jelen vannak most itt ezen a tájékoztatón, akikkel valamilyen szinten a bírói tevékenység során hivatalos kapcsolatba kerülünk. A tájékoztatón Kachler Ilona beszámolt arról, hogy folytatódott a debreceni törvényszéken az az évek óta jellemző tendencia, hogy több ügyet sikerült befejezni, mint amennyi érkezett. Össztörvényszéki szinten 82.400 körüli ügy érkezésünk volt, és 84.900 körüli ügyet sikerült befejezni, tehát gyakorlatilag majd csak 2.500 ügyel többet fejeztünk be, mint amennyi érkezett. Ez azért fontos tendencia, mert ez lehet a garanciája annak, hogy a korábbi évekről magunk előtt tolt folyamatban maradt ügyek számát fokozatosan és folyamatosan tudjuk csökkenteni. Így most 2014-ben ebben egy markáns előrelépés történt. Ez a tendencia jellemzi a hajdúszoboszlói járásbíróságot is, ahol az elmúlt évben 3655 ügy érkezett, és 4463 ügyet fejeztek be. Ezzel csaknem 60%-kal sikerült csökkenteni a folyamatban lévő ügyek számát. Itt ez Hajdúszoboszlón elsősorban talán a szabálysértési ügyek dinamikus befejezésének köszönhető, ugyanis az előbb említett 3000-en fölüli érkezés számból több mint 2000 ügyet a szabálysértési ügyek tettek ki, és ezeknek a naprakész feldolgozása nagyon sokat jelent az időszerű ítélkezési adatok további megítélésében. Balla Lajos, a debreceni ítélőtábla elnöke a tájékoztatón elmondta, hogy változatos évet zártak. Új törvényi kötelezettség és nagyszabású feladat volt számukra például az önkormányzati választásokkal kapcsolatos jogviták elbírálása. Több esetben az önkormányzati választás megismétlésére kellett sort keríteni, meg kellett ismételtetni a választásokat, és ez nagyon komoly közjogi felelősséget jelentett az ítélőtábla polgári ügyszakának. Ezen túlmenően jelentős változások következtek be. Az új polgári törvénykönyv lépett hatályba, az ezzel kapcsolatosan meg kellett tanulni ezt a jogszabályt, ahhoz, hogy sikeresen lehessen alkalmazni, ez a felkészülés megtörtént. A büntető törvénykönyv bár nem 2014-ben lépett hatályba, de az egyes rendelkezésekkel kapcsolatos értelmezés kialakítására az övében 2014-ben került sor, és a büntető jogalkotást illetően volt még egy nagyon-nagyon fontos és érdekes kérdés, ez a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazása, alkalmazhatóságának a gyakorlata, ugye tekintettel egy strasbourgi döntésre, és ez a Magyar László kontra Magyarország féle ügy volt. A jellegzete, vagy a jellemzője és a nevezetessége ennek az ügynek, hogy a Magyar László nevezetű terhel, tehát a debreceni ítélőtábla ítélte tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre, és ezzel kapcsolatosan hívta fel a strasbourgi bíróság arra a figyelmet, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés embertelen lehet, hiszen nem biztosítja a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Ezzel kapcsolatos eljárások lezajlottak. A jogalkotó döntött, az egységes büntetés végrehajtási törvénybe került be az a szabály, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek esetében 40 év után kegyelmi eljárást kell lefolytatni, és kegyelmi kérelmet kell előterjeszteni a mindenkori köztársasági elnöknek, aki nyilvánvalóan belátása szerint dönt majd a kegyelemmel kapcsolatosan. Tehát összességében, ha csak ezt a néhány dolgot is említem, egy változatos esztendő volt, mind az ítélkezéssel, mind pedig az egyéb rendezvényekkel kapcsolatosan.